Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a legújabb Navigátor. 46. alkalommal rendeztek ünnepi ülést az Általános Orvostudományi Karon, melyen emlékérmek, tudományos elismerések kerültek átadásra, és előadást tartott a neves agykutató Buzsáki György. Ünnepi ülést rendeztek a 46. Egyetemi Orvosnapok alkalmából. Az egybegyülteket Bódis József, az egyetem vezetője köszöntötte. Nagyszerű dolog, hogy évről évre itt találkozunk. Nagyszerű dolog, hogy a jubilául évfolyamoknak lehetőségük van feleleveríteni a régi diákkori dolgaikat. Úgy gondolom, hogy abban a egyébként nem túl szimpatikus világban, amelyikben ma élünk, ezek az igazi emberhez méltó pillanatok. Az ünnepi szavak után az Általános Orvostudományi Karon 60 éve végzett egy gyémán diplomát. Az 50 éve végzettek aranydiplomát vehettek át a kar vezetőjétől. A Profakultáte Medicíné emlékérem aranyfokozatával jutalmazták a kar érdekében végzett kiemelkedő munkájáért dr. Németh Péter egyetemi tanárt, az Immunológiai és Biotechnológiai Intézet professzorát. Az emlékérem ezüst fokozatát kapta Grünfeldné dr. Pintér Éva hivatalvezető és Kisgadóné Wenzler Mária irodavezető, akik adminisztrációs munkájukat töretlen szorgalommal végzik. Az emlékérem bronz fokozatát adományozta a kar Juhászné Darabos Lenke óvónőnek, Pikóné Kőszegi Szilvia laboratóriumi asszisztensnek és Sáfrány Ernő szakmunkásnak, akik példaértékűen végzik munkájukat. Az 1995-ben alapított hivatásért Árpádházi Szent Erzsébet emlékérmet ebben az évben Knajf Józsefné, a Patológiai Intézet laboratórium vezetője vehette át a betegellátásban magas szinten végzett munkája elismeréseként. Dékáni dicséretben részesültek azok a dolgozók, akik kiemelkedő szakmai tudásukkal, felelősségteljes munkájukkal hozzájárultak az orvoskar fejlődéséhez. Romhányi emlékérmet adományoztak magas színvonalú oktató munkájáért immár 16. alkalommal Szeberényi József egyetemi tanárnak és ugyancsak sokadszorra Nagy Judit professzorasszonynak. Az orvosnapok másnap végzett évfolyamok képviselőinek tudományos előadásaival folytatódott. Az agydíjas idegtudós Buzsáki György az Egyesült Államokból látogatott haza, aki az emlékezetről és annak navigációval való szoros összefüggéseiről beszélt. A természet először kitalált egy mechanizmust annak az elérésére, hogy táplálékhoz jussunk, elmenekülhessünk az ellenségeink elől. Ehhez az volt szükség, hogy megtanuljuk azt, milyen módon lehet elkerülni a külvilágnak az akadályait, milyen módon lehet egy rövid utat kitalálni, esetleg egy korábbi információk segítségével. Aztán ez a külső, a külvilág ingerein alapuló navigáció internalizálódott. Az azt jelentette, hogy már nem szükséges az, hogy a külvilág ingerei irányítsák ezeket az aktivitás formákat, hanem belülről próbálunk navigálni. Tehát amikor én nem találok meg egy nevet, mint az előadásomban is próbáltam ezt elmagyarázni, akkor egy ilyen mentális navigáción, egy utazáson megyek keresztül. Az előadásból az is kiderült, miért fontos a minőségi alvás. Nagyon érdekes dolog, hogy létezik az, hogy az agy egyszer exponált valamit, hogy az agynak egyszer exponáltunk valamit, és arra örökké emlékszik. Erre a segítség az, hogy a tanulás után bekövetkezik egy alvás, és az alvásban ezek a tanulás minták, amelyek korreláltak a megfigyeléssel, a tanulással, ezek lejátszódnak egy gyorsabb sebességgel, kb. 10-15-szörös sebességgel, ilyen nagyon rövid kis hullámcsomagocskákban, és ezeknek az ismétlése biztosítja azt, hogy akár 2000-szer is elismételjük tudat alatt azokat a fontos dolgokat, amit például egy előadás alatt megtanultunk. Ha ezeket kiradírozzuk, akkor nincsen memóriának konszolidációja, azaz nincsen raktározása. Ez azért szükséges, mert a hipokampusz, ez a struktúra, amivel Grascsán Endre foglalkozott, jó magam is foglalkozom, ez csak átmenetileg rögzíti az információt, és ezt át kell rakni egy ilyen permanensebb tároló formává, ami az agykéregben van. Ezt persze már 200 évek vagy 100 évek körülbelül tudjuk. Mi hozzájárulásunk ehhez az, hogy mi identifikáltuk azokat a kis csomagocskákat és ezeknek a neuronális mechanizmusait, amik ezt lehetővé teszik. Így tehát arra buzdít a neves agykutató, hogy tudatosan figyeljünk a minőségi alvásra, hiszen emlékeink rögzüléséhez, a memória folyamatokhoz nagyban hozzájárul életünk folyamán.
25 éves évfordulóját ünnepelte a Szociális Munkás Képzés nappali tagozaton az Éjes Gyula Karberkeiben. Az alkalomból jubileumi konferenciát szerveztek a szakma képviselői. Hazánkban elsőként 1989-ben Szekszárdon indult nappali tagozatos szociális munkás képzés. A 25 éves évforduló alkalmából konferenciát szervezett a Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület és az Egyetem Éjes Gyula Kara. A 2005-öt megelőző jogi szabályozás értelmében a főiskolai képzések erősen gyakorlatorientált képzések voltak, és a rendszerváltás után szükségessé vált egy újfajta szemlélettel való közelítés a szociális kérdésekhez. Ennek része volt a szakemberek, a humán erőforrás képzése, és így az 1993. évi 3-as törvénnyel létrehozott szociális ellátórendszerben kompetenciával rendelkező szakemberekre volt szükség. Ennek kínálkozott egy rendkívül alkalmas terepélő Szekszárd. Nagyon jó szakembereket sikerült erre a közös feladatra meghívni, és azt kell mondani, hogy az első évfolyamok hallgatói közül többen azután oktatóként folytatták a képzésünkben. A tanácskozás előadói az emlékezésen túl helyzetértékelést tartottak az elmúlt 25 évről, valamint beszéltek a szakma és a képzés jövőjéről is. A negyed évszázad alatt több ezer hallgató végzett és tudta kamatoztatni az itt szerzett tudást. Székesfehérváron dolgozom, a Caritasnál, és a Caritas keretében a munkafeladatként a fogyatékkal élők ellátásában próbáltunk új szolgáltatásokat indítani. Ebben a munkámban nekem óriási segítséget nyújtott az iskolának a fehérvári kihelyezett képzésén való részvétel. Gyakorlatilag minden olyan ismeret, minden olyan tantárgy, minden olyan tudás, amit én ott láttam, hallottam, megtapasztaltam, az a mindennapokban nekem óriási segítséget jelentett. A rendezvényen egy fotó és poszter kiállítás adott ízelítőt a képzés elmúlt 25 évéről. Kedves nézőink, ebben az évben a Felnőtt Képzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar dékánja, dr. Nemeskéri Zsolt kapta Baranya megye oktatási díját. A Koltai Péter díjas vezetőt nagy szeretettel köszöntöm itt nálunk a stúdióban. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a meghívást. A megyét szolgáló tudományos értékeket teremtő kutató munkájáért és a megyei felsőoktatásban végzett kimagasló tevékenységért kapta az elismerést, így szól az indoklás. Ugye nagyon sok minden történt az ön dékánsága óta, több oktatási profillal bővült, például a kar kulturális örökség szakindult, ami talán az egyik legnagyobb kuriózum, ha azt tekintjük, hogy 4 kar bevonásával valósult meg ez a képzés. Így van, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy olyan képzést tudtunk indítani, amiben a bölcsészkarral, természettudományi karral és kiemelten a polákkal tudunk együttműködni, és ez Magyarországon is kuriózum, hiszen épített örökség szakirány, éppen a polák által kezelt szakirány, ez nincs több Magyarországon, csak itt nálunk. Ezen kívül is én azt gondolom, hogy nagyon sok minden történt az elmúlt 2-2,5 évben a karon, amire büszke lehetek, vagy amire talán mondhatom úgy, hogy büszkék lehetünk közösen, akár az egyetem, akár a kar dolgozóiról beszélek itt. Talán nekünk a legfontosabb az, hogy megbízhatóan, stabilan, kiegyensúlyozottan működünk, stabil gazdasági viszonyok között, stabil hallgatói létszámmal. Ami meg is növekedett az utóbbi így időben. Így van. Nem kis részben azoknak az új programoknak köszönhetően, amik, hogy úgy mondjam, nem formális, vagy nem konvencionális területeken erősítették meg a kari hallgatói létszámot. Gondoljunk itt az időseknek szánt, vagy nyugdíjasoknak szánt harmadik egyetem, vagy Pécsi Senior Akadémia képzésre, vagy a középiskolásoknak szánt e-learninges programokra, itt is most már több mint 350-en regisztráltak, vagy most el tudjuk indítani a friss diplomás képzésünket is ebben az évben. Középiskolásokat mennyire lehet bevonni, mennyire lehet nyomon követni azt, hogy utána ők esetleg a felnőtt képzési és emberi erőforrás fejlesztési kart jelölik meg, és itt folytatják a tanulmányaikat. Nyomon tudjuk követni, hiszen az e-learninges képzésről adunk ki tanúsítványt, ami kreditet ér a mi képzésünkben, tehát hogyha hozzánk jelentkezik a hallgató, vagy a potenciális jelentkező a középiskolás, akkor a későbbiekben mi látjuk azt, hogy beszámítatja ezeket a krediteket. Említette a friss diplomások nyomon követését is, erről mit érdemes tudni?
Ez a friss diplomás program egy nagyon érdekes kezdeményezés nálunk, hiszen a más karokon, illetve a felnőtt képzési karon is végeznek olyan hallgatók, akik nem tudnak rögtön elhelyezkedni. És rájöttünk arra, hogy mi tanítunk itt a FEC-en olyan ismereteket, amelyek lényegében bárkinek jók ahhoz, hogy az elhelyezkedését elő tudjuk segíteni. Tehát karriertervezést, vagy akár olyan HR-es ismereteket, amiket nem csak a szék egyik oldalán, vagy az asztal egyik oldalán, hanem a másik oldalán is érdemes tudni. Tehát bárki, aki végez az egyetemen, elvégezheti ezt a részismereti képzést, és valószínűleg könnyebben tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Terveznek egyébként további oktatási-kutatási portfólióbővítést? Oktatási területen én azt gondolom, hogy meg kell várnunk azt, hogy a szervezet átvilágítás, amit ugye ebben a stúdióban említett rektor úr, hogy lezárult egy fázis a Pécsi Egyetemen, hogy ez milyen irányba fogja elvinni a mi jövőnket is, tehát az oktatási területen egy kicsit óvatosabb lennék. Kutatási területen én azt gondolom, hogy azokon a tudományterületeken, amelyek hagyományosan a FEC-hez tartoznak, tehát gondolok itt a felnőtt képzésre, a munkatudományokra, vagy akár a könyvtártudományra, a kultúratudományra, tervezünk természetesen előrelépést. Itt is olyan interdisziplináris, tehát több tudományterületet átívelő kutatásokban gondolkozunk, amelyek jól illeszkednek az egyetem és a kar kutatásaihoz. Gondolok itt egy sikeres együttműködésre a klinikai központtal foglalkozásegészségügy területén. Ezeket szeretnénk tovább fejleszteni. Akkor bőven van még mit tenni, mégis az elmúlt két-két és fél év, ahogy már fogalmazódott is, gazdasági és hallgatói létszám tekintetében is egy nagyon pozitív időszak. Egy ilyen elismerés hogyan tud hozzájárulni akár erkölcsileg, akár szakmailag ahhoz, hogy egy még produktívabb időszak következzen? Én szeretném azt hinni, hogy valóban ezt mindannyian kaptuk, ezt a kitüntetést, ezt a díjat, és szeretném azt gondolni, hogy a kollégákra is ez úgy fog hatni, hogy továbbra is egy közösségként, egy alkotó közösségként, és talán még hatékonyabban, talán még jobban tudunk együttműködni, annak érdekében, hogy azokat a területeket, amiket tényleg stratégiainak gondolunk, még jobban tudjuk művelni együtt, hiszen a mi képzéseink, a mi kutatásaink, ezek olyan területek, amelyek több tudományágnak az együttes művelését igénylik, nem elszeparálják a tudományterületeket, és mi azt gondoljuk, hogy a 21. században egy egyetem az arról kell, hogy szóljon, hogy több tudós, több kutató, több oktató együttműködik azon, hogy új eredményeket hozzanak létre. Akkor egy nagyon eredményes periódust kívánok a következő időszakra, és még egyszer gratulálunk az elismeréshez. Köszönjük, hogy vendégünk volt. Nagyon szépen köszönöm én is. Együttműködési megállapodást kötött a Samsung Electronics Magyar ZRT és a Pécsi Tudományegyetem az oktatás, a kutatásfejlesztés és az egészségügy területén, melyet így értékelt az egyetem vezetője. Meghirdettünk egy munkahelyteremtő programot, annak keretében egy ilyen megállapodás új lehetőséget nyit ki. Másik, hogy orvos egészségügyi vonalon olyan informatikai fejlesztések várhatók, amelyekben mi aktív részesként szeretnénk megjelenni. A harmadik, az informatikai képzésünket erősíteni kell. Azt gondolom, hogy egy ilyen világcég minden tekintetben egy jó lehetőség arra, hogy előrelépjünk. A három alapilléren nyugvó stratégiai megállapodás első lépéseként a PTA és a Samsung technológiai tudását ötvöző egészségügyi szoftveres alkalmazások tervezésére, kidolgozására kerül sor. E szoftverek hozzájárulhatnak a lakosság egészségi állapotának javításához, mondta el a társaság vállalati üzletágának igazgatója, aki hozzátette, a másik kiemelt projekt két darab okos osztályterem kialakítása lesz a városban, a tanárok felkészítésével együtt. Speciális táblával rendelkezik a Samsung, ami egy hatalmas kijelző, amire írni lehet, azon képeket lehet vetíteni, a kézírást megtartja, ezt lehet forgatni a képeket minden szempontból, de amitől ez igazából
izgalmas, az az, hogy az osztálytermekbe bekerül 40 darab tablet is, minden egyes gyerek asztalára, aki ugyanúgy tudja követni a táblán zajló történeteket, tehát szemüvegeseknek nem kell előreülni, stb., ahogy ez régen ment, valamint a tananyagban ki tud bontani különböző részeket. Tehát az előre elkészített tananyagból ő a kis tabletjén ugyanúgy meg tud nézni részletesen mondjuk egy shakespeare-i színház, vagy shakespeare időkben levő színház térbe meg tudja forgatni, meg tudja nézni, újabb tananyagokra rámenni. Nem csak a táblai anyagot tudja követni, ez az egyik lehetőség. A kettes, amitől ez sokkal izgalmasabbá teszi a normál tanulásnál, hogy például akár a tanár a tábláról, vagy a saját kis tabletjéről le tud küldeni egy tesztet a diákoknak, természetesen úgy, hogy az egymás mellett ülő diákok nem ugyanazt írják, a kérdések fölcserélődnek, tehát akár még a puskázás is nehezebb. Viszont az eredmény, amikor ők kitöltötték, abban a másodpercben látszik a tanárnál, pontosan tudja, hogy hányan értették meg, és milyen százalékban adtak jó választ. Haladjunk, vagy újra térjünk vissza, még egy kicsit magyarázzuk tovább. Az elképzelések szerint szeptembertől már élesben működhetnének a most bevezetésre kerülő okos osztálytermek. A távolabbi célok között végül harmadik pillérként egy olyan orvosi, innovációs és oktatási centrum létrehozása szerepel, melyet közösen alakítanak ki az egyetem és a Samsung. Itt kiváló innovatív orvosi ötletek prototípusai készülhetnek. Neves nemzetközi kutatók és helyi roma szervezetek, önkormányzatok keresték a választ arra, hogy a roma lakosság hogyan élhetné meg egészségesebben az öregkort. Az Európai Unió szintű szimpózium a WHO és az Általános Orvostudományi Kar szervezésében valósult meg. Magyarországon itt nagyon komoly problémák vannak, és azt hiszem, hogy azok a kollégák, akik idáig is foglalkoztak a kérdéskörrel, Szilárd István és csapata, egy valóban nemzetközi színvonalat reprezentálnak. Az ő kezdeményezésükre jött létre ez a kis konferencia. Nem könnyű a megoldásokat megtalálni. Ismert tény, hogy az európai régióban a legtöbb roma magas fokú esélyegyenlőtlenséggel küzd az egészségügyi ellátás és egészség területén. A roma közösségek születéskor várható élettartama 10 évvel elmarad a magyar átlagtól. Ennek okai a következőkben keresendők. Az egyik, hogy szociálisan, súlyosan hátrányos helyzetben vannak, és egyszerűen a mindennapi megélhetésük az sokkal nehezítettebb, mint ahogy azonos korosztályokban a többségi társadalom, a magyar társadalom átlagáról, ha beszélünk. Másik dolog az, hogy természetes, hogy egy egészséget értékként tekintő programot, azt csak úgy lehet a roma közösségekbe bevinni, hogyha az nem egy kívülről kitalált, általuk idegennek érzett program, hanem belül, közösségen belül megindul egy olyan folyamat, hogy ők maguk akarnak változtatni. Szilárd István azt is hozzátette, a változáshoz szakemberekre van szükség. A PTM-mel léteznek olyan programok, amelyek segítségével az egyetemről kikerülő hallgatók a sokszínű társadalom problémáit, kulturális hátterét megértik, és reagálni tudnak rájuk a mindennapokban. A szimpózium célja volt még, hogy a szakma képviselői jó példákat jelöljenek meg a roma populáció közösségi szintű egészség megőrzésére, fejlesztésére a nap folyamán. Több mint 100 Stipendium Hungaricum ösztöndíjas jordán hallgatót fogad a Pécsi Tudományegyetem 600 órás előkészítő kurzusára a 2014-15-ös tanévre. Az idén november és jövő május között futó program keretein belül a hallgatók általános és akadémiai angol nyelvet tanulnak és szakmai előadásokon vesznek részt. A programon felkészítést kapnak az egyetemi felvételi vizsgákra is, így jövő szeptemberben kezdhetik meg sikeres vizsgát téve tanulmányaikat az ország valamely orvoskarán. A Stipendium Hungaricum ösztöndíj program kiemelt figyelmet fordít Jordániára, és ettől az évtől indít először angol nyelven is felkészítőt orvosi területen. 10. alkalommal tartottak nemzetközi PhD-DLA szimpóziumot a Pollákon, fórumot biztosítva mérnök, építész és információs technológiai területeken doktori képzésben résztvevőknek, hogy professzoraikkal együtt bemutassák aktuális doktori munkáikat, eredményeiket.
10-nél több országból most először Kínából is érkeztek előadók, akik a Pollák periodikában is publikálhatnak. A kar célkitűzése a programsorozat továbbfejlesztése a jövőben. Amire már vannak törekvések, sőt, tulajdonképpen konkrétokról is be tudok számolni, az pedig az lenne, hogyha ezek a különböző doktori iskolák, doktoranduszok és professzorok közös kutatásokat tudnának végezni. Ez most olyan értelemben megvalósul, hogy egy koszovói egyetemnek a hallgatói, illetve fiatal oktatói, a mi doktori képzésünkben, az építőművész képzésünkben vesznek részt idén szeptembertől. Ez valószínűsíthetően közös tudományos munkához fog vezetni. A cél az lenne, hogy ezt a többi építőmérnök, villamosmérnök, gépész és az informatika területén is megvalósítsuk. A konferencián Iványi Miklósra, a kar nemrég elhunyt professzorára, a szimpózium ötletadójára is visszaemlékeztek. Az előadók között volt olyan már oktató kolléga is, aki korábban hallgatóként, most saját kutatócsoportjával vett részt a programon. Gyakorlatilag egy olyan témakörrel foglalkozunk, amiben a tudományos kutatás Magyarországon valószínűleg elsőként kezdtük el. Ez az épületinformációs modellezéshez kötődik. Ez a technológia segíteni próbál a magyarországi kivitelezés minőségén, javítani rajta. Az ütemezések, a költségvetések és a minőség biztosítását előtérbe helyezve. A Pollákon 2010 óta végeznek kutatásokat a technológia magyarországi alkalmazásával kapcsolatban. A mostani konferencián többek között az épületinformációs modellekben tárolt információ hosszú távú megőrzésének lehetőségeit is bemutatták a szakemberek. A tudományra és a kutatásra fókuszálva rendezett jubileumi konferenciát az Egyetemi Könyvtár, a Tudásközpont és a Pécsi Egyházmegye, abból az alkalomból, hogy idén 240 éve alapította Klímo György püspök a hajdani pécsi püspöki könyvtárat. Tulajdonképpen ez egy rendezvénysorozatnak a része, és szükebben meg tágabban is jellemezhetem ezt a sorozatot, mert szűkebb értelemben egy tavasszal megrendezett kiállításhoz kötődő konferencia. Ha tágabban szemlélem ezt a rendezvénysorozatot, akkor azt is mondhatom, hogy az 1367-ben alapított Pécsi Egyetemnek egy ilyen felvezető rendezvénye. A jubileumi konferenciára határon túlról is érkeztek előadók. Minden referáló saját területéről mutatta be kutatását, ami a Klímo könyvtárhoz vagy más püspöki, érseki könyvtárhoz kapcsolódik. Az Egyetemi Könyvtár Történeti Gyűjtemények Osztályának vezetője a Pécsi Püspöki Biblioteka alapításáról beszélt. Alapítás környéki forrásokat szerettem volna számba venni, hogy mik azok, amikről tudomást szerezhettünk, kik azok, akik erről hírt adhattak, és mik az, amik végig hagyományozódtak a különböző korszakokon. A rendezvénysorozathoz kapcsolódó célkitűzés egy kiadvány megjelentetése is, ahol minden tudományos kutatás előadás helyet kapna a két nap lenyomataként. Pécset jött létre a Cochrane Együttműködés magyar tagozata, a visegrádi országok közül először Magyarországon. A Cochrane Együttműködés elsődleges célkitűzése az orvostudományi adatok, információk, minőségbiztosítása, annak érdekében, hogy a tudományos eredmények áttekinthető módon jussanak el az egészségügyben szereplőkhöz, mondta el a magyar tagozat vezetője, dr. Decsi Tamás, aki szerint nagy szükség van egy olyan szervezetre, ami különböző tudományos eredmények rendszerezését és ismertetését hivatott megvalósítani. A magyar tagozat elsődleges feladata lesz tehát a szervezet által létrehozott tudásanyag megosztása a hazai egészségügy szereplőivel és a lakosság egészségtudatosságának javítása megalapozott információk közlése révén. Kiállítás megnyitóval kedveskedett a doktori iskola új hallgatóinak a művészeti kar, a kommunikáció és médiatudományi tanszékkel közös Republik Galériában. A kiállítás Szijjártó Zsolt médiakutató nyitotta meg, majd Colin Foster, a művészeti iskola vezetője köszöntötte az új hallgatókat. Ez a DLA hallgatóinak a munkáit mutatja be, illetve hát egy-egy munkát egy-egy hallgatótól szinte, tehát inkább csak egy ilyen rövid áttekintés, de ez egy tabló, vagy bemutatja, hogy ki mivel foglalkozik. Ki volt Mátyás király? A
Ez egy videó, egy 15 perces film, és lehet mondani, egy dokumentumfilm. És azt az egyszerű kérdést tettük fel a Talponállók törzsközönségének, hogy ki volt Mátyás király. Ez egy szubjektív kutatás, tulajdonképpen egy felmérés volt, hogy a nép, vagy legalábbis ennek egy szelete, hogyan vélekedik egy ilyen személyiségről, amiről ugye a magyar társadalomban sokféle kép alakult ki, amit legfőképpen legendák köveznek. A megnyitót követően a doktori iskola zenészei adtak koncertet. Igazából nem nagyon van, azt hiszem, ennek a képzésnek versenypartnere jelenleg az országban. Az nagyon érdekes, hogy ez egy inkább akadémikus képzés, tehát nem szakképzés. Tehát én zenészként ugye ugyanolyan elméleti órákra járok, mint a többi művész, hogy az a lényege az egésznek, hogy egy kifejezetten tágítja az ember horizontját. A kiállítás november 4-éig tekinthető meg a Republik Galériában. A JESZ rendezte a 9. Nemzetközi Egyetemi Színházi Fesztivált a Zsolnai negyedben. Így a 4 napos esemény arra is alkalmas volt, hogy megmutathassák új otthonukat. 9. alkalom, hogy fesztivált rendez a JESZ, ebből most már 5. alkalommal külföldiek is jönnek. Hát a vendégeket természetesen előadásokkal várjuk a nézőket, a itteni meghívottakat pedig avval, hogy megmutatjuk Pécset, az Egyetemi Színházat, a Zsolnai negyedet, és hát büszkék vagyunk arra, hogy szerintem infrastruktúrában európai névon tudjuk vendégül látni őket. A rendezvényt Mikuli János, a színház igazgatója nyitotta meg, majd dr. Berke Gyula rektor helyettes köszöntötte az 5 külföldi és 3 magyar társulatot a 18 éves JESZ-ben. We heard it's a big festival. Hallottuk, hogy ez egy nagy fesztivál, jól ismert Európában. Megtisztelő, hogy részt vehetünk egy ilyen nagy rendezvényen. A helyszínről az az első benyomásom, hogy hatalmas és kitűnő épület. For the first time it's like the great building. Hiány. Egy nem létező dolog, aminek általában ott kellene lennie. Ez lehet személy, tárgy, dolog vagy jelenség. Például. A tömegszórakoztatásra szánt tévéműsorok nagy részét az erkölcsi hiány jellemzi. Egyre népszerűbb a TRX edzésforma mind országszerte, mind Pécsett. A Pécsi Testakadémia funkcionális edzőtermének TRX edzője Cserfai Lilla mutatja be nekünk közelebbről ezt a sportot. Már egészen kiskorom óta elkezdtem a sporttal barátkozni. Eresgéztem, ugrókötélszakkörre jártam, úszni jártam, úgyhogy gyakorlatilag elég sok helyen sportoltam, és mindig ilyen nagy szeretettel néztem a tesi tanáraimra, hogy milyen jó szakma ez, hogy így a sporttal foglalkozni, és ezért is választottam a gyógytornász szakot, mert az valamennyire ugye a mozgáshoz, sőt, igazából a mozgáshoz van leginkább köze, és hát emellett volt lehetőségem elvégezni ugye a Pilates tanfolyamot és a TRX tanfolyamot is. Már lassan 2 éve kezdtem ide járni crossfitre, és a főnököm, a Mézes Gergő kért fel engem, hogy lennék-e náluk TRX edző, mert akkor még nem volt TRX, tehát akkor még nagyon frissek voltunk, és hát ugye így kezdődött az egész, hogy akkor megalapoztuk ezeket a kis TRX edzéseket, és hát ugye én azóta vagyok itt. Ez a TRX az gyakorlatilag egy felfüggesztéses edzésmódszer, aminek ugye az az alapja, hogy vagy a kezünkkel fogjuk magát az eszközt, vagy pedig a lábunk van beakasztva, ami egy ilyen instabil alátámasztást nyújt a testnek, és ugye minden instabil alátámasztáson végzett gyakorlat az a törzsizmokat erősíti. Tehát ugye minden végtagmozgásunk, tehát kar vagy lábmozgás előtt a hasizmok ugye megfeszülnek, illetve az összes törzsizom, és ezért nagyon szépen feleszti a törzsizmokat, mind a mellett, hogy ugye közben másik izomra erősítünk, mondjuk egy kargyakorlat közben. Ugye a TRX az ugye egy funkcionális edzésforma, tehát itt komplexen edzük az egész testet. Nem az van, hogy mondjuk lemegy valaki a konditerembe és fut 20 percet vagy valami, hanem itt tényleg megvan az egy óra, ugye edzői felügyelet van, tehát ugye mi nem csináljuk végig az edzést, hanem ott állunk mindenkinek, és megszabjuk, hogy most te így és így és így csináld, vagy ennyi és ennyi súllyal. A TRX edzésre járók a gyors fejlődés érdekében mind a kellő segítséget, mind a motivációt megkapják. Akár kijön is új, és mondjuk
nem olyan régóta sportol, vagy nincs olyan állóképessége, az is ugye látja a többieket, hogy szépen folyamatosan dolgoznak, és föl fog zárkozni hozzá. Külföldön is mindenhol használják, az élsportban is, a rehabilitációban is. Hát Magyarországon már azért kezd terjedni, hál' Istennek, de reméljük, hogy minél jobban fejlődik, és hogy tudjuk terjeszteni tényleg, mert egy nagyon-nagyon hatásos eszköz. Kedves nézőink, Önök Navigátor című műsorunkat látták. Legközelebb 2 hét múlva várom Önöket friss tartalommal. Korábbi adásainkat és Nyitott Egyetem című műsorunkat is megtalálják az alábbi elérhetőségeken. Viszontlátásra!